Sziasztok! Ebben a videóban csípős paprikákról fogunk beszélni. Itt van ez, édes, ez meg sós, ez meg hát alig érzed. De tudok ezektől egy sokkal jobbat. Itt van ez, elmész a piacra és veszel ilyen szép kis csípős paprikát. Nagyon fontos előnyei vannak, nem tartalmaz tartósítószer, sem elformulákat. Csak 100%-ban tiszta, primör, avagy bio anyag. Nos tehát, adódott a probléma, hogy hogyan rakjuk így a levesünkbe. Lehet törni is, akár ugye így, és akkor csak egy agot, csípős lesz a kezed, nehogy a szemedbe nyúljál utána. Hát például adódhat úgy is, hogy elkezded darabolni a megfelelő kiválasztott paprikádat a késsel, és akkor csak ugye ezzel óvatos... A szemed a kezem az ír! De elvágtam az ujjam! A rengeteg veszőség után kitaláltam egy másik játékot, daraboljuk mondjuk egy darab olóval bele a paprikát a tányérunkba. Ez majdnem jó lenne, csak egy a gond. Ugyanis a csípős paprikánknak a hegye, valamint a töve nem teljesen csípős. Itt a legcsípősebb rész, ugye ezen a részen, de hát amikor daraboljuk így, nem mindig azt kapjuk el. Erre találtam ki aztán hosszas gondolkozás után a turmixot. Láttam videón, hogy miket turmixolnak össze, hát azt gondoltam, hogy a paprikát miért ne. És itt jönnek a nagy dolgok. Tessék, figyelni kérem! Is there anyone fine now in the state of Carolina? If there isn't, you know her, why show it to me, you said Dinah. With the Dixie eyes blazing, how I love to sit and gaze in to the eyes of Dinah Lee. Every night, why do I shake with fright? Because my dynamite changed her mind about me. If you're going to China, I should hop on ocean liner just to be with Dinah Lee. Yes, the name of the song is Dinah. The name of the song is Dinah. The name of the song is Dinah. Dinah. Hey, man, the name of the song, yeah. The name of the song is Dinah, yeah. The name of the song is Dinah. The name of the song is Dinah, Dinah Lee. Whoa. But every night, why do I shake my dry? Whoa, Dinah might change your mind about me. Na, ugye elkészült a darált paprikánk, és meg lehet nézni. Egyformán csípős az egész darálmányunk. Kényelmesen szórhatunk, amennyit akarunk a tányérunkba. Soha többet nem lesz problémánk, ráadásul tiszta, eredeti, kertből behozott növényről beszélünk, tehát ebbe semmilyen elformula, se tartósítószer, semmi. És mondom, a legprímább cucc, mindenhez fel lehet használni, legyen az leves, pörkölt, tejbegríz, mindenhez. Jó étvágyat kívánok, szevasztok!